Türelmesen várják sorukat gyerekek és szülők, hogy az általuk készített, kézzel formázott szaloncukor megkapja azt a csokoládémázat, amitől eléri végső állapotát az incsiklandó, sokak által kedvelt karácsonyi desszert, amit aztán természetesen be is csomagoltak. Emellett mézes kalácsot is készíthettek azok, akik ellátogattak a magházba. A résztvevők maguk nyújtották, majd szaggatták ki a formákat. December 13-a Luca napja. Ennek alkalmából a Tolnai Kulturális Központ Gabona Babona címmel szervezett hagyományőrző programot. A mai napon a gyerekek többféle programot próbálhatnak ki itt a magházban. Elsőként szaloncukrot készítettek, utána következik a mézes kalácssütés, ezután pedig búzát ültetünk, elültetjük a Luca búzát, utána pedig lesz egy játékos kincskeresés, ahol karácsonyi díszeket kell majd keresgélniük. Ezt követően pedig benéz hozzájuk egy újabb lucanapi hagyomány is. Boszorkány fog érkezni hozzájuk, amit lucaszékről fognak megtekinteni, és végezetül pedig külön még játékokat próbálhatnak ki. Elmeséljük nekik, hogy miért is kell ilyenkor Luca búzát ültetni. Elmondjuk nekik a boszorkány hagyományát is, a lucaszék hagyományát is, meg készülünk a karácsonyra. A néphagyományban ehhez a dátumhoz számos hiedelem, jóslat és babona köthető. A legismertebb népszokás talán a lucaszéke, a kifejezést az igen lassan készülő dolgokra szokták használni. Az ülőke készítését szigorúan csak december 13-án lehetett elkezdeni, és naponta csak egy munkafolyamatot lehetett rajta végezni. Oké. Szórjunk bele búzát. Gyakori szokás még, hogy a Luca napján egy agyagcserébe vagy tálkába búzaszemeket vetnek, és ha azok karácsonyi kikelnek, akkor jó lesz a termés a földeken. A leány férhez megy, és az állatok egészségesek maradnak. A Luca búzával a templomi oltárt is díszítik, karácsonykor pedig égőgyertyát állítanak a búzatövek közé. A Kulturális Központ ezévi rendezvény sorozata azonban ezzel még nem ért véget. A Tolnai Kulturális Központ készül még programokkal decemberben. A következő hétvégén, december 17-én lesz egy adventi programunk, a karácsonyi váró program. Ebben adventi vásár lesz, kézműves foglalkozás, zenés fellépő is lesz, táncbemutató, illetve lesznek kiegészítő programok, társasjáték, büfé, origami, kitűzőkészítés, minden, ami ilyen karácsonyhoz kötődik.